Egyelőre még csak maketten létezik a kemecsei tanúszoda, amely a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programban épül meg. Az ország 78 településén épülnek iskolák, tantermek, tornatermek és tanúszodák. A mindennapos testnevelés és a minden gyermek tanuljon meg úszni elv jegyében kötelezte el magát a kormány az infrastruktúrális feltételek megteremtése mellett. A megyében Csenger és Fehérgyarmat után pénteken Kemecsén rakták le az úszoda alapkövét. Minden épület fontos, de egy olyan sportlétesítmény, amiben az itt élők sportolását tudja biztosítani, az itt élők egészségében tud egy kicsit segíteni, az egy nagyon fontos létesítmény, hiszen a vidéken maradás, az itt maradásnak egyik fontos helyszíne lehet ez, hiszen a kormány azt tervezi, hogy minden járási székhelyre tanúszodát, tornatermet vagy tantermet építsen, és azt üzenjük ezzel, hogy számunkra fontos a vidék, itt is úgy gondoljuk, hogy minden ilyen beruházásra lesz szükség van. A 369 millió forintos beruházás teljes egészében állami forrásból épül. A telket az önkormányzat biztosította. Emellett mintegy 30 millió forintot fordítanak majd területrendezésre és a parkolók kialakítására. Az új létesítményben képzett szakemberek segítségével tanulhatnak meg úszni a fiatalok. Ez a létesítmény nem csak a városnak, hanem a járás településeinek és a szomszédos településeinek is szól, és ezeknek a diákoknak is, akik használni fogják, és nem csak a diákok, természetesen a szabadidő eltöltésére a felnőttek is majd nyugodtan igénybe vehetik ezt a létesítményt. Az úszoda a tervek szerint 2017. februárjára készül el. A fenntartás és az üzemeltetés költségeit az állam vállalta magára.